big boom. Nagyon örülök, és itt vagyunk egy következő videóban. Sziasztok, sziasztok! És hát, ja, itt vagyunk egy nagyon menő új házban. Egy új városba költöztünk, van egy külön házam nekem is, meg van egy külön háza kisnek is, szóval, ja, tökre király. Igazából már csak annyi, hogy van itt egy eléggé érdekes szomszéd, aki, hogy is mondjam, eléggé gonosz szokott átlebe lenni, szóval, ja. Ővel igazából próbálunk nem törődni meg ilyenek, szóval, ja! Srácok, ennyi a lényeg is, hogy esetleg majd tetszik nektek ez a videó, akkor mindenféleképpen dobjatok egy like-ra a videóra, meg ilyenek, és hát jelentkezzetek is fel, meg ilyesmi, de ezt már szerintem mindenki tudja. Szóval, várjunk is akkor bele a dolgokba, meg minden. Van azért valamennyi kaján, meg ilyenek. Hamarosan kell mennem dolgozni, ugyanis hát ja, lassan most már hív a főnök, meg ilyesmi, jó, meg ilyenek. Hello, hello, szia szomszéd, mondjad, hello. Nem szétházom, odaadja az egyiket? Mi az, hogy odaadom? Miért adnám oda? Vagy most mi van? Hát nézze rá az én házamat. Hát én értem, hogy menőbb a te házad, de hát miért adnám oda? Hát ez én házam, hagyjál már. Ez az egyik, nem az testvérem. Hát igen, kettő az egyik, a kutyám, a másik az enyém. Nem adom oda, miért adnám oda? Hát most neked is ott van a saját házad. Hát ez nagyon béna. Hát igen, béna, hát nézze most... rá. Jó, igen, de ez nem úgy megy, hogy adsz egy házat és adok egy házat. Bocs, nem. Tehát... nem. Pedig jó volt. Hát, persze, igen, nagyon jó lenne. Na jó van, inkább hagyjál békén, jó? És amúgy meg maga miért üvöltözik itt az este közepén? Hát, mit üvöltözök? Videózok, hát is nem üvöltöznek, de hangosabban beszélek. Jól van, oké, bocsánat, akkor halkabb leszek, jól van? Jó. Na, köszönöm ajánlom szépen. Na, hello. Jézusom. Jézusom, na jó, igen, na ezért van elegem ebből a szószédból, na mindegy. Szerintem nagyon hamar el fogunk innen izélni, na minden srácok, gyors, megfürdünk meg minden ilyesmi, és aztán szépen megyek melózni. Sőt, igazából már nagyon nincsen rá idő, már be is este edett, nem áll. De jó, mennem kell, meg ki fognak engem rúgni. Jó, oké, gyerünk, gyorsan futunk a munkába. Hú, na jó van srácok, végre visszajöttünk a munkából. Jézusom, ki is nappaladott meg minden. Ja, nagyon-nagyon elfáradtam, mindegy. Na jó van, hazaértünk, az ott mi volt? Az ott... Hé! Mit keresel a házamban? De hát ez az én házam. Mi az, hogy te házad? Ez én házam. Ez az én házam. Ez én házam. Ez most nem az én házam. Mi? Ez az én házam? Az állami forralíthatja és nem zárta be az ajtót, ez most nem az én házam. Mi van? Mi van? Na hallotta, ez most nem az én házam. Nem, nem. Ez az állam az enyémbe. De miért? Elmondtam 50-szor, hogy ez nem így működik, ez az én házam, légy szíves, menjél ki a házamból és ne itt izéljél, nem, nem jó? Nem fogok kimenni a házamból, ez mi? Az én házam. Ez az én házam. Ez nem, én házam. Ez én házam. Én házam. Enyém. Nem zártad be az ajtót, én bejöttem és berendezkedtem, szóval visszállt, menjél ki. De ez tudod, hogy nem így működik még mindig. Hát rá, így működik mostantól. Nem, nem, mi az, hogy így működik mostantól, te... Jézus... Ez oké. Jól van. Oké. Igen, persze. Jól van. Hát úgy beköltözök, mondjuk ebben a házban nem akarok lakni. Fúj, mi ez a ház már? Mi ez a ház? Nincs semmi. Nem, nem tetszik. Nem, nem tetszik a ház. Undorító. Add vissza a házamat. És menj ki a házamból. Kívom rád mindjárt a rendőröket inkább, aztán majd akkor mondhatod, hogy a te házad, meg mit tudom én, kinek a háza. Hát, szerintem a rendőröket nem érdekli. Mi az, hogy nem érdekli? Miért ne érdekelni? Hát, nem zárta be az ajtóját, így járt, menjen innen. Jézusom, na jó, és ez szerinted ez így működik? Hát pontosan. Jó, nem baj, akkor bemegyek a másik részének a házamba. Ha, ennyi vagy, kis házát vetted el, ha-ha. Ha-ha-ha, ha-ha-ha. Nem igaz, az is az enyém, ezt mi az, volt bezárva. Nem hiszem el. Jó, annak itt amit szétrombolom mindjárt házat, vagy nem tudom. Jó, az már úgyis a tiéd, szóval a srácok, most mit csináljak itt? Nem hiszem, mit csinálják ebbe a ronda házba? Még a padláson sincsen semmi. Semmi nincs ebbe az egészben. Még a ládába sincsen cuccok, de jó. A húst amúgy nem bírom, nem bírom elkomposztálni. Semmi nincsen itt! Miért kell ezt csinálni? Na jó, tudjátok mit? Várjátok. Mit, nem tudom, szétrombolom, vagy valami. Nem tudom, mondjuk azzal nem leszek előrébb, de nem érdekel. Elkezdem aki szétszedni az egész házat, komolyan mondom. Egyszerűen nem hiszem el, hogy ilyen szomszéd. Kinek van ilyen szomszéd? A srácok, ti akartok ilyen szomszédot? Mert én nagyon nem. Írjátok le a kommentben, hogy ti akarnátok ilyen szomszédot. Mert hát biztos, hogy nem. Tehát egy ilyen szomszéd senkinek nem kell. Hallod, szétszedtem a házadat, nem zavar amúgy? Hát az már úgyis a tiéd, szóval nem. De nem az én ez te házad! Húzzál ki a házamból! Nem, ez az én házam.
Istenem. Éházom, sem más nem tud mondani, csak az éházom. Tök idegesítő. Na jó, van, mindjárt szólok valami rendőröknek, vagy nem tudom. Rendőrök, valaki faluból, valami rendőr, nincs semmi rendőr, aki tudna nekem segíteni. Miért nincs semmi rendőr? Valaki! Nézzek, és ott Google, és nézem úgy, ott tévézik a házamat, hogy mindjárt felrobbantam, komolyan mondom. Mindjárt rárobbantam. De maga megint mit keresi? De mit keres itt? Nézelődöm a saját házamat, hogy... Menjen már el, hát ez az én házam, hagyjon mi! Habba! Nem, ez nem a te házad, hanem az én házam! Elloptad a házamat, nem a te házad! Nem loptam el! De? Én csak beköltöztem. Most mit csinálsz akkor, hogyha bejön? Akkor Tomi, de én is beköltöztem, itt az én házam, de jött délután tévézni. Menjen ki! Mi az, hogy menjen? Ne ütögess már! Hagyjál békén! Mondom, menjen ki! Jézusom, félek tőle, komolyan mondom. Na jó, van, oké, srácok. Amúgy, szerintem észre sem venné. Na, mindegy, hagyjuk. Tudjátok mit? Nem érdekel. Most komolyan ebbe... Jó, tudjátok mit? Oké, túlélek ebbe a házba. Nem nagyon tudok mit csinálni. Visszaépítem, tök szép. Ohoj, nem akarok ebbe a házba túlélni. Olyan ronda, meg minden. Mi ez? Kuka? Van benne egy könyv. Mi ez a könyv? Van benne valami izé. Megölve 100 falusi összeg... Mi ez? 10 000 millió forint. Az már pár milliárd amúgy, nem? De... mi? Megölve 100 falusi? Ez egy gyilkos? Találtam itt ilyen izét. Ő megölt valami 100 falusit, és kapott ilyet ilyen sok pénzt. Van ilyen sok pénz, és ilyen gagyi házba él, és még ráadásul is loptál házamat? Most ez komoly? Komoly? Na jó, tudjátok mit? Oké, van egy ötletem. Ezt most olyan szinten fel fogjuk ellene használni, hogy szerintem a srác, vagy nem tudom mi ez, ez szét fog, nem tudom, rektelődni. Na jó, van, oké. Hello! Hol vagy? Na! Megint itt van! Jó, várjál, kopogok, oké? Na! Igen? Találtam egy elég érdekes könyvet a házadban. Miért? Bele van írva, hogy megölve 100 falusi összeg, 10 000 millió forint, meg ilyenek. Biztos maga dobta bele a kukába. Nem én dobtam bele, biztos, hogy nem én dobtam bele. Maga voltat, magánál van. Én voltam. Mellett, hogy ez már a maga házat. Valóban? És mit gondolna akkor, hogy én mondjuk szólnék a rendőröknek, hogy azért nyomozzák le magát, hogy maga valójában kicsoda? Mert lehet nem az, akinek állítja magát meg ilyennek, ha? Nem is igaz. Én normális ember vagyok. Valóban. Rendben van, hát akkor szerintem szólok a rendőröknek, jó? Ne szóljon! Miért nem? Na, miért ne? Saját magát fogja, bajba fogod. Valóban, magamat fogom? Hát nem hiszem, hogy magamat fogom. Szerintem a rendőrök eléggé durván. Jó, tudja, oké, rendben, akkor szólok a rendőrök, és kiderül. Na, oké. Akkor viszont meg... Megegyezhetünk. Na, oké. Nem ez az egyesség. Na ide figyelj! Hát ez kettő ház, elnézést kérek! Igen, az egyik a kutyám, a másik az enyém, csak a kutyám most miért nincs itthon. Kutyám a külön ház, kell? Igen, hát tudja milyen izé a kutya, még annyi kaját kell neki sütnöm, hogy nem tudom, soha nem tudnék annyit sütni, tehát hogy ilyenek. Meg a kutyának, azt sütöm magára. Nem, na ide figyelj! Én odaadom ezt a könyvet, tudja? Én odaadom ezt a könyvet, cserébe eltűnsz a házamból, és sose láttalak, oké? Okay? Jól van? Oké? Okay? Jó. Biztos? Nem. Mi az, hogy nem? Oké, rendben, rendőrség? Na, oké, tűnjél szépen el innen, és a sok szomszédom se kéne, hogy legyél. Na, oké, rendben van. Biztos, hogy eltűnsz? Biztos. Oké, rendben van. Ott a könyv. Okés? Na! Na, úgy van. Hello! Na, hú, Istenem. Jól van, oké, elintéztük, nagy nehezen visszavesszük a házunkat, srácok. Oké, de semmiért, ha is költözik innen, mert biztos, hogy ki fogom ráírni a rendőrséget. Amúgy már most szerintem kihívom, mert azért legyünk már egy kicsit gonoszak, vagy valami. Már nem azért mondom, szóval, ha ez a videó után biztos, hogy instant kihívom rá a rendőrséget, nem mi az, hogy itt izé megölsz házom is, mit tudom én. Na jó, srácok, készítettem voltok velem ebben a videóban, ha tetszett, dobjatok egy like-t, iratkozzatok fel a csatornámra, meg minden, és hát ja, találkozunk legközelebb is, ha még akartok ilyen videókat, akkor ugye írjátok le a kommentbe. Meg ilyesmi, és a következő videóm kezdődik a Dani Minecraft nevű csatornámon. Ott fogunk találkozni, lehetek ott, én Dani voltam. Sziasztok!